Egyik fontos célja a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamarának, hogy a szakmaválasztás előtt álló diákoknak segítséget nyújtson, illetve hogy magát a szakképzés népszerűsítse. Ennek szinte elengedhetetlen feltétele, hogy a fiatalokat minél korábban megszólítsák és megismertessék velük a szakmák világát. Ezért számos pályaorientációs programmal, pályázattal készülnek a tanulóknak az idei évre, mondja Horváth Vörös Mária, pályaorientációs tanácsadó. A szakképzés azért jó, mert azt látjuk, hogy nagyon sok fiatal elmegy akár egyetemre, főiskolára, és nem is biztos, hogy abban a szakmában vagy egyetemi diplomával tud elhelyezkedni. Amíg azt látjuk, hogy a mai világban már nagyon kevés a szakember, a jó szakember, mi próbáljuk őket erre irányítani, hogy térjenek vissza azokhoz a szakmákhoz, amiből most kevés a szakember. Ugye a szakképzés rendszere az elmúlt évben módosult, úgyhogy egy több szakma új nevet kapott. Én azt látom, hogy a mai fiataloknál, a fiúknál nagyon az informatikának minden területe, akár ha a hegesztőt tekintjük, akár a köműves, villanyszerelő, ezek a szakmák, amik a legkeresettebbek. Ha a lányoknál nézzük, akkor pedig a szépészet szakma, illetve az egészségügyben keresik a jövőjüket a fiatalok. A jelentkezés már ebben a tanévben megtörtént, úgyhogy már ezek a fiatalok most már majd lassan az eredményeket fogják várni. Héten indítunk el egy új programot, egy rajzpályázatot, amiben már a következő évfolyamos diákokat, illetve alsósokat próbáljuk arra orientálni, hogy a szakképzésben menjenek tovább tanulni. A pályázatot a mai napon hirdettük meg, március 5-i határidővel jelentkezhetnek az iskolák, és 26-áig várjuk be a pályázatokat. Ennek a pályázatnak a címe az alsó tagozatosoknál, hogy mi a szüleid szakmája, ezt kell bemutatni, illetve már a felső tagozatosoknál kicsit komplexebben gondolkozunk. Elküldtük nekik azokat a szakmákat, amelyek Tolna megyében indulnak az következő tanévtől, és akkor erről kell egy rajzot nekünk beküldeniük, ahol majd értékes jutalomban részesülhetnek. A videópályázatunkat pedig az év második felére terveztük. Nyilván szeptembertől, mert arra számítunk, hogy szeptembertől talán egy kicsit enyhülnek a korlátozások a pandémia miatt, de azt kell mondjam, hogy mindkét pályázatunk a tavalyi évben nagyon sikeres volt, úgyhogy reméljük, hogy idén is az lesz. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara a szakmákat nem csupán ismertetők révén tudja bemutatni a diákoknak, hanem a vállalati kapcsolatoknak köszönhetően egy élmény alapú tanácsadást tud megvalósítani, például üzemlátogatások során. Jó kapcsolatot ápolunk a Paksi Atomerőművel, próbáljuk a diákokat abba az irányba terelni, hogy figyeljék a lehetőségeket, amit így itt a Paks 2-nek az indulása fog nekik nyújtani. Itt 2021 nyarán indítunk egy programot az iskoláknak, ahol díjmentesen ellátogathatnak az atomerőműnek a látogatóközpontjába, illetve a múzeumának is. Ezzel is próbáljuk a gyerekeket közelebb hozni az atomerőműhöz, hogy ne érezzék maguktól idegennek, vagy egyáltalán távolabb esülnek ezt a dolgot. Harmadik éve szeretnénk megszervezni a szakma arénánkat. Ez egy saját ötlet, saját szervezésű program, ahová is több szakmában hívunk meg vállalkozókat, kiállítókat, és a megye különböző területeiről, pedig általános iskola felső tagozatából hívunk diákokat, illetve most már bevonjuk a középiskolásokat is, hiszen ugye van, hogy érettségi után szakmát tanulnak, vagy még egy szakmát tanul valaki. Ezt csoportokba szoktuk beosztani, és tevőleges feladatok vannak, tehát ki is próbálhatják, például a köműveseknél lehet falazni, a szakácsoknál lehet sütni, főzni, tehát itt is kreatív ötletekkel várjuk őket. Tavaly évben két helyszínen szerveztük meg, de csak egyet tudtunk megrendezni a pandémia miatt. Nagyon reméljük, hogy idén szeptemberben legalább egy helyszínen meg tudjuk rendezni, és idén szexárdon szeretnénk.